Köszönöm szépen, köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Bemutattad ugye már András, hogy az Archeogenomikai Intézetből érkezek, genetikus, illetve régész vagyok. Egy tanulmányról fogok beszélni, ami egy sokszerzős nemzetközi tanulmány, szerepeltek benne, részt vettek benne régészek, történészek, genetikusok, antropológusok is, több országból. Úgyhogy ebben én, mint genetikus, illetve mint koordinátor, összekötő és szövegíró, tervező vettem részt. A címét ennek a tanulmánynak úgy mondhatnánk magyarul, hogy a ősi genomok rávilágítanak az eredetére, illetve a gyors transz-eurázsiai migrációjára a 7. századi avarkori elitnek. Mit tudunk az avarokról? Hát megnéztem, hogy mi szerepel a 9-es történelemkönyvben, ahol ugye az ókortól a honfoglaláskor, illetve a kora középkorig tekintik át Európa történelmét, és hát nagyon-nagyon kevés, tehát szöveges formában szinte csak említés szintjén szerepelnek az avarok. Ugyan egy nagyon jelentős nép volt itt, nem csak a Kárpát-medence, hanem Közép-Európa történelme szempontjából is, mint egy 250 éven át uralta itt a térséget, tehát egy meghatározó szereplője volt az avar birodalom Európa történelmének. Néhány évszámot hoztam, amit a történészekről tudunk. Az első, hogy 558-ban említik őket a Kaukázus északi előterében. És érdekes módon megállapítják, mikor ők követeket küldenek Bizáncba, hogy nagyon idegen hajviseletük volt, ilyen barkocsba fonott hosszú cofokat hordtak a férfiak, amúgy a megjelenésük a akkori források szerint hunokéra hasonlított, hunokéra emlékeztetett. Nem egészen 10 évvel később már a Kárpát-medencében vannak, ahol a gepidákat legyőzik a langobárdokkal közösen, majd a langobárdok elvonulnak Dunántúl területéről, és akkor azt is elfoglalják, így az övék lesz az egész Kárpát-medence, és néhány évig tartó berendezkedés után elkezdenek hadjáratokat vezetni a Balkánra, leginkább a kelet-római birodalom Bizánc ellen, és egészen 622-ig, amikor volt egy sikertelen kísérlet, hogy megostromolják Konstantinápolyt, egészen 622-ig adót fizet nekik a bizánci császár, és igen sok arany, illetve kincs érkezik ide a Kárpát-medencébe. Ezután egyfajta elszegényedés következett az avar birodalom időszakában, amikor mint egy bezárult ez a társadalom, illetve inkább talán egy letelepült életmódot folytatott már, nem folytatott hadjáratokat, és hát amikor az az időszak, amikor még sokat tudunk róluk, azok a végnapok, 8. század vége, amikor a frankok ellen elkezdtek háborúzni, illetve itt az avar birodalomban belül is volt egy válság, egymásnak csaptak az egyes területeknek az urai. Utolsó követjárás 822-ben volt, utána nem hallunk az avarokról többet, egyszerűen nyomuk veszik a történeti forrásokban, tehát minden bizonnyal azért az alattvalók, tehát az avar nép valahol tovább élt. Na most az alapvető kérdések és hipotézisek az avarok eredetével kapcsolatban melyek? Az egyik szint történeti forrás alapján az, hogy ők a Zhuang-Zhuang birodalomból menekülhettek, ami mai Mongólia területén volt, a 4.-6. század közepe közötti időszakban, és a türkök elfoglalták ezt a birodalmat 552-ből, akkor menekülhettek el onnan az avarok. Másik forrás szerint ők nem is voltak avarok, csak annak nevezték magukat, hogy dicsőségesebb fényben tűnjenek föl, és igazából ők állavarok, tehát nem a Zhuang-Zhuang birodalomból származó avarok, hanem valószínűleg talán az ugorokhoz köthető csoport. A harmadik esetőség, hogy esetleg egy hun birodalomból, a heftaliták birodalmából származnak Közép-Ázsiából. Ami biztos, hogy tudjuk, hogy 558-ban ők a Kaukázus északi előterében éltek. És utána beköltöztek ugye a Kárpát-medencébe. Régészek különböző tájtípusoknak keresik a párhuzamait szerte Eurázsiában, így a kollégáim Csiki Gergő, Vida Tivadar és a többiek is, és ez alapján próbálnak nyomokat keresni, egészen kelet-ázsiai visszavezethető nyomokat, hogy honnan eredhetnek az avarok. Ezek mutatnak bizonyos
összefüggéseket, azonban a legtöbb tárgy annyira szóródik el Eurázsia szerte, hogy nem vezet minket biztos nyomra ebben a kérdésben. Utalnom kell itt egy korábbi publikációnkra, 2020-ban Csáki Veronika, illetve munkatársainak a cikkére, amelyben az avarkori elit, leginkább ugye 7. századi elitről beszélünk, annak az uniparentális, ez az anyai és apai leszármazási vonalait kutattuk. Ezek a sírok, amelyeket vizsgáltunk, ezekben gazdag leletanyaggal eltemetett, többnyire férfiak, de van egy-két nő is, temettek el, akiknek a fejformájuk is ázsiai jellegzetességekkel bírt, antropológusok úgy mondják, hogy mongolid jellegekkel, úgyhogy talán nem is meglepő, hogy számos kapcsolatot találtunk mai Mongólia és a Burjátföld területére, mind apai, mind anyai vonalon, illetve egy zöld vonallal jelöltük, hogy egy apai vonal összeköti ezeket az előkelő temetkezéseket, találtunk egy domináns Y-kromoszomális leszármazási vonalat, valószínűleg a férfi ági rokonságot az elit esetében fontosnak tartották, illetve az meghatározó volt a hatalom átadásában is. Na most, hogy fejlődött tovább ez a projekt? Csáki Veronika után Seyfertbe a kollégám kapcsolódott be, aki 4.-5. századi mintákat elemzett, majd elkezdtünk együttműködni a jénai, illetve a lipcsei Max Planck intézettel, utána a Harvard Medical School-nak a mintasorát is bevontuk, melynek a gyűjtésében Hajdú Tamás segítkezett, és aztán az egész egy 2020-ban indult IRC, azaz Európai Kutatási Tanács projektjének a részévé vált, és hát így teljesedett ki a mostani tanulmány, bevonva újabb lelőhelyeket a Kárpát-medencéből, vizsgálva egy ilyen előzménycsoportot is, a szarmata, illetve a hunkorból, és hát egy heterogén kulturális háttérrel bíró mintasor alakult így ki, most már nem csak a Duna-Tisza közi elitre koncentráltó. Mindegy 1,2 millió helyet vizsgáltunk a genomban. És hát mi is ez, amit mi vizsgáltunk, ugye? Az emberi genom áll a sejtmagi genomból, illetve a mitokondriális genomból, én most itt a sejtmagiról beszélek, azon belül is ugye vannak kromoszómák, kromoszómapárok, és ott a kromoszómákat, hogy kitekeljük, egy ilyen bázis sorrendet lehet leolvasni, és mi ebben a sorrendben keresgettünk referencia genomhoz képest eltéréseket egy-egy betűben, egy-egy bázisban, és hát ezeket az eltéréseket angol rövidítéssel SNP-nek nevezzük. A rengeteg leolvasott szó a genomból összeilleszthető, és ezek az egymáshoz illesztett szavak biztosítják a mi eredményünket, és utána ezekből a szekvencia sorozatokból genotípus mátrixokat képezünk a végén, amivel dolgozunk, azok már csak számok, 0, 1, 2, így néznek ki ezek a mátrixok, amelyeket elemzünk utána különböző statisztikai módszerekkel. Na most mihez tudjuk hasonlítani a mi eredményeinket? Itt ezen a térképen láthatók ugye a Kárpát-medencei minták, és látható, hogy hol van olyan vaskori Krisztus előtt első évezred, vagy Krisztus után, az most már a Krisztus utáni első évezred is szerepel itt, tehát a vaskori, illetve népvándorláskori római, ókori, népvándorláskori minták, melyekhez hasonlítani tudunk. Szerencsére egyre szaporodnak a mongóliai leletek, leginkább a Xiongnu, illetve a Xiandei időszakokból, amit láthatunk ezen az ábrán, hogy az nagyjából megfelel a Kárpát-medencében a rómaiak, illetve a vaskornak az időszakával, majd az azt követő rendkívül érdekes Zhuangzhuan időszakból mindössze egyetlen mintával rendelkezünk, amelyel össze tudtuk hasonlítani a mi eredményeinket. Érdekes módon ez az egyetlen minta, amely Mongóliából rendelkezésre áll, a Zhuangzhuan birodalomból, éppen egy olyan előkelőnek a lelete, éppen egy olyan előkelőből származik, akinek egy olyan mellkasdísze volt bronzból, amely rendkívül módon hasonlít, ami kunbábonyi úgynevezett avar kagánnak, mindenképpen egy avar főrangú előkelőnek a sírjából előkerült arany mellkasdísze. Tehát itt van egy kronológiai párhuzam, és van egy régészeti leletben megmutatkozó párhuzam is, amely 7000 kilométert. Bemutatnám most röviden az eredményeinket, úgynevezett főkomponens elemzéseket nézünk.
ezt a sok-sok pozíciót a genomban egyszerre vizsgáljuk, utána pedig ezt a sok dimenziós teret, amit így előállítunk, megpróbálunk redukálni, kettő dimenzióban megjeleníthetővé váljon. Az az érdekes, hogy az egyes embereknek a genotípusa elhelyezkedik egy ilyen ábrán, úgy, mintha földrajzilag helyezkedne el, tehát az egymáshoz közel élő emberek hasonló genotípusokat mutatnak. És így a szürke pöttyök modern mintákat jelentenek arra projektálva az archaikusokat. Azt látjuk, hogy itt a Kárpát-medencében, a késő szarmata időszakban egy alapvetően európai jellegzetességekkel bíró társaság élt. Néhányan belőle mutattak keletebbi európai, kelet-európai jellegeket. A hunok, akiket hunkori előkelőnek érdemes inkább mondani, összesen ketten vannak egyenlőre az adatsorban, ők egészen különbözőek egymástól, az egyik visszavezethető a Fekete-tenger északi térségére, a másik azonban a kazaksztáni területekre vezet minket. És hát itt szerepel ez a Zhuangzhuan birodalomban élt személy, akiről még később beszélni fogok. Hogyan illik ugyanerre a elemzésre az avarkori adatsor? Itt most már őket láthatjuk, és az is feltűnő, ugye, hogy egyfajta gradienst képeznek Európa és Kelet-Ázsia között. És hát nem csak ugye az az érdekes, hogy ez a Zhuangzhuan genom szinte ráesik, ami Duna-Tisza közi koraavar elit társaságunkra, hanem hogy megmutatkozik egyfajta különbség abban, hogy nem csak regionálisan, hanem abban is, hogy az egyes sírokban gazdag melléklettel temettek el valakit, vagy szegény sírról van szó, melléklet nélküli sírról, tehát szegény emberről van ez szó, nem az elit tagjáról. Ezeket jelöltük itt üres szimbólumokkal, a teli szimbólumok pedig az elit tagjait jelentik. És hát itt a Duna-Tisza közi elitnél fontos megjegyezni, hogy nem csak férfiakról beszélünk, hanem nőkről is, és alapvetően a 7. század első, illetve középső harmadára keltezik régészeti alapon ezeket a sírokat, úgyhogy azt tudjuk elmondani, hogy bizony ide nem csak lovas férfi csapatok érkeztek, hanem családok érkeztek, és ezek a családok fenntartották ezt az ázsiai örökséget, genetikai örökséget, azaz egymás között kellett, hogy házasodjanak, tehát közösséget kellett alkossanak. Na most az ázsiai örökség mellett a nyugati típusokat megpróbáltuk szétválasztani egy bizonyos F-statisztikával, megpróbáltuk a komponenseket szétszedni, egymást a genetikai komponenseket, és egy ilyen keleti sztyeppei komponens mellett meghatározni, hogy a nyugat-eurázsiaiak azok vajon itt a Kárpát-medencébe keveredtek az avar csoportokba, vagy akár a kazak pontuszi sztyeppén érkeztek-e ezek a genetikai elemek az egyes személyeknek az őseinek a házasodása révén. És hát azt találtuk ugye, hogy a Zhuangzhuan genom itten a keleti sztyeppe maximumán helyezkedik el, a közép-Tisza vidéki elit szintén, a Tisza vidéki elit egy kicsit már változatosabb, és vannak olyan személyek is szintén az avar társadalomnak a csúcsán helyezkedtek el, ha nem is a csúcsán, de mindenképpen a vezető rétegben helyezkedtek el, akik mutatnak egyfajta keveredést, a kazak pontuszi sztyeppe vidék felé mutatva, tehát hogy ők egy más genetikai eredettel bírnak. Ez így nézett ki a koraavarkorban, és akkor a későbbi időszakokban egyfajta kihigulást látunk, és ez a kihigulás megint a kazak pontuszi sztyeppe felé vezet minket. Tehát míg a szegényebb avarkoriak azok helyi keveredést mutatnak, addig az elitben mutatkozik egyfajta olyan keveredés, aminek a forrását nem a Kárpát-medencében kell keresnünk. Na most a genetikai adatok most már arra is alkalmasak, hogy keltezzük ezt a keveredést. Mikor találkoztak a kelet-eurázsiai, illetve a nyugat-eurázsiai komponensek ezeknek a személyeknek az őseiben, illetve mikor történtek ezek a keresztházasságok. Viszonyítva itt nekünk ehhez a Zhuangzhuan birodalombeli személynek a genetikai állományához, azt találtuk, hogy a Duna-Tisza közi elitben kis százalékban, nagyon kis százalékban, maximum 10%-ban megjelenő nyugat-eurázsiai komponens bizony már Mongólia területén
bekeveredhetett az őseikbe. Tehát tudjuk, ez az bizonyítja, hogy tisztán érkeztek ide a Kárpát-medencébe, nem keveredtek az útjuk során senkivel. Itt a valós kronológiát is látjuk, tehát nem csak a keveredésnek a dátumát, hanem a valós kronológiát, és látjuk, hogy itt az avarkor a Kárpát-medencében, abban az avarkor folyamán történő keveredés, az a szegényebb sírokból előkerült leletekben már érzékelhető, de az elit nagy részének a keveredése az még az avarkor előtti időszakra mutat, és ugye valahova a sztyeppére, amelynek forrása igencsak bizonytalan, mivel hiány vagyunk a genetikai referencia adatoknak, tehát párhuzamba vehető adatoknak, abból a sárga körrel jelölt régióból, ami itt ugye a legvalószínűbb forrásterület lehet. Na most, hogyha ők ennyire hasonlítanak, ennyire egy egységet alkotnak, felmerült bennünk, hogy valószínűleg ők egy belterjes társaság lett, tehát sok rokonházasságot vártunk. Ez nem nyert bizonyítást, egyetlen személy volt csak, ahol azt tudtuk megállapítani, hogy a felmenők egymásnak közeli másodfokú rokonai lehettek, a többiek esetében nem, úgyhogy itt felmerül a kérdés, hogy vajon ápolták-e ezeket a keleti kapcsolatokat tovább, vagy hogyan érték el azt, hogy nem váltak belterjessé, az is lehet, hogy nagyobb számban voltak ők, mint azt mi eredetileg gondoltuk. Ki tudtunk itt mutatni néhány rokoni kapcsolatot a kunszálás temetője kapcsán, és ugye ez az elit domináns apai vonal, amit már a Csáki Veronika cikkében is leírtunk, az ismét megerősítést nyert most már egy nagyobb adatsoron. Összefoglalásképpen, tehát azt tudjuk mondani, hogy a genetika és a történelem együtt, tehát a történelmi adatok, illetve a genetikai adatok együtt bizonyítják azt, hogy itt egy rendkívül gyors és nagy távolságú vándorlásról van szó, 7000 km 15 év alatt. A koravarkori elit ugye mutat egy ilyen észak-kelet-ázsiai genomi örökséget, és a későbbi avark elitben pedig megjelenik egyfajta hibulás, de ez valahova a kelet-európai sztyeppére, Kaukázus előterébe vezet minket, és nem Kárpát-medencei. Azonban a többi adat, amit most nem részleteztem, az azt mutatja, hogy az avartársadalom heterogén volt, tehát itt most én az elitről mondtam az előző elmondatokat, és ennek feltérképezéséhez további vizsgálatokra van szükség. Ugye elkezdtük 2020-ban ezt a Európai Kutatási Tanácsnak ezt a projektjét, amelynek négy vezetője is van, és a Kárpát-medencéből közel 3000 mintát vizsgálunk a 4-től a 9. századig, teljes temetőkre fókuszálva, hogy az avar társadalmat részleteiben is feltárhatjuk, illetve a történelmet, régészetet, antropológiát segítsük a genetikai adatokkal. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm a figyelmet.